Sziasztok! A mai videóban a pupa egyik ajándékszettjét fogjuk megvizsgálni, méghozzá egy olyat, amiben táska is rejlik. Most így karácsony felé közeledve, esetleg lehet, hogy sokan nézegettétek a pupa oldalán is a mindenféle ajándékszetteket és csomagokat. Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy ez a táska vajon jó minőségű? Na majd most kiderül, de kipróbáljuk azt a szempillaspirált és azt a lip duót is, ami ebben a csomagban van, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem! Egyébként én itt teljes díszbe öltöztem nektek ismét kis szarvacskámmal, meg a karácsonyi pulcsimmal. Úgyhogy én már nagyon karácsonyi hangulatban vagyok, írjátok meg ti is, hogy hogy álltok ajándékokkal. És ha még esetleg nem vagytok készen, akkor nézzük meg, hogy ez lehet-e, vagy egy másik hasonló szett a pupánál lehet-e megfelelő ajándékötlet, vagy sem. Mielőtt belekezdünk, iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót, kérlek, mert ez nekem nagy segítség. Köszönöm szépen! Mint ahogy láthatjátok, nincs rajtam se szempillaspirál, se rúzs, mert ugye ez a doboz, ez tartalmaz mind a kettőt, és majd most leteszteljük, hogy milyenek. Na hát, bontjuk ki! Ha kibontod, ez a látvány fogad. Hát ez nem egy hatalmas táska, de ilyen oldalra rakhatósnak pont jó lehet. És cuki, már benne van, ami kihullott, benne vannak a szempillaspirál és a lip duo. Szempillaspirált már kettőt is teszteltem itt a csatornán, vannak pupás videóim, esetleg belinkelem ide a videó leírásába, ha kíváncsiak vagytok. Én egyébként elégedett voltam velük, ezt még pont nem próbáltam, ez a Vamp Sexy Lashes. És ez pedig elvileg egy long lasting lip duo, méghozzá step 1, step 2 rá van írva, és liquid lip color, tehát egy liquid, vagy mi folyékony rúzs az egyik, ami karácsonyra pont ideális pirosas, a másik pedig egy gloss top coat, ami elvileg hosszantartó fedést fog nekünk nyújtani. Na, hát kipróbáljuk! Egyébként ez az egész szett, ez az egész doboz így, ahogy van, 6740 forintba került, de a pupa oldalán rendszeresen annyi kedvezmény van, annyi kuponhoz lehet jutni. Én is azért is csináltam ennyi videót, pupás videót, mert képzeljétek el, minden rendeléshez kaptam egy valahány százalékos kuponkódot, szülinapra is kaptam kuponkódot, úgyhogy 6740 volt a teljes ára, de én már nem emlékszem, mennyire vettem. A táska az úgy néz ki, mintha bőr lenne, de nem igazi bőr természetesen, meg hát ahhoz túl olcsó is. Van itt rajta összehúzható rész. Hát ez biztos, hogy nem annyira nagyon erős, nem kell erőltetni, túl erősen húzogatni. Én arra voltam kíváncsi, hogy azért elbír-e valamit, illetve hogy tönkre megy már attól, hogy én itt bekötöm. Azért annyira nem gyenge, hogy egy ilyentől mondjuk könnyen elszakadjon, de ha sok ilyet csinálok, akkor azért szerintem elszakadnak. Tehát azért az egész egy vékonyka táska természetesen, de szerintem tök jól néz ki. Meg így nézegettem a varrását, közelebbről is mindjárt megmutatom nektek. Szerintem ahhoz képest, hogy mennyibe kerül, korrekt. Tehát 6740-ért egy ilyen táskát se nagyon veszel meg, vagy max. Annyira, hogy még szempillaspirálos túl. És akkor van hozzá egy kis fülecske, hát az is egy ilyen kis vékony fülecske, tehát az biztos, hogy nem ezzel kell menni téglát cipelni, abban én teljesen biztos vagyok. De egyébként meg, ha csak így a vállamra rakom, jaj, a szálvacskáim, így beleraksz egy zsepit, meg
valamennyi mini pénztárcában kicsi pénzt, meg egy rágót, vagy valamit, akkor arra tökéletes. Tehát nem nagy túrázásra, nyilván. Jó, na és akkor nézzük a smink termékeket. Nézzük először a szempillaspirált, meg erre puskázok, mert fel szeretném nektek olvasni, hogy mit is írnak róla. És megnézzük, hogy ez vajon igaz-e. Tehát azt írják, hogy érzéki megjelenés, jó, oké, dúsít, megevelés íve, szélítő ívek és a gravitációval versengő új vonalak által kiemelt szempillák. Azta. A hullámos kialakító rostból készült maxi kefe nagy mennyiségű anyag felvitelt, míg az alsó részén található hosszú kefe, hosszú szálú sörték, ívelést biztosító mechanikai hatás kifejtését teszik lehetővé. Na, azt nem bírtam volna felmondani egyedül. Alacsony allergiakockázat, személyzetileg tesztelt, használta érzékeny szemüveg és kontaktlencsét viselők számára is javasolt. Na, ez érdekes részlet. Parabénmentes, Olaszországban készült. Na, ennyit kell tudni erről a szempillaspirálról. Mindjárt megmutatom nektek közelebb is, illetve megnézzük, hogy hogyan viselkedik a pillámon is. Próbáltam karácsonyi, de nem annyira sötét sminket csinálni, direkt nem raktam fel túst sem, meg ilyesmit, hogy lássuk rendesen a pillát. Jó, az van. Nem tudom, hogy szaglászok meg egy szempilláspirát, de én mindent meg szoktam szaglászni. Na, nézzük. Egyébként a szempillaspirálozásban az egyik fő, aki, amit el szoktak követni nagyon sokan, az, hogy nem húzzák teljesen a tövétől, teljesen a végéig végig, és ettől ugye hiányos lesz, és nem tudsz olyan nagy pillákat készíteni. Maga a spirál, tetszik nekem ez a forma, be tudok férni ide egészen előre is. Egyébként én úgy szoktam spirálozni, hogy még így rá is pislantok. És párszor végig megyek elejétől a végéig, és tényleg a töltött tényleg a végéig végig húzom. Azt a mindeni. Elég brutál jó. Építhető. Szerintem korrekt. Nekem pont egyébként ez a stílus tetszik a legjobban, hogy kicsit meg is vastagítja, de szét is szedi, és hosszabbítja is. Szerintem szép. Kihúzgálom kicsit oldalra. Cicásítani. És akkor én úgy szoktam csinálni, hogy meg kispirálozom a másikat, és aztán visszajövök még erre, csak most azért nem akarom, hogy lássuk a különbséget, hogy spirál nélkül és spirállal milyen. Most ha szárad egy picit, akkor alulról is megnézzük. Egyébként nekem a kedvenceim ezek a sörtések, nem a szilikonosak, de ez pilla és kéz és ízlés válogatja, tehát ez nem jobb vagy rosszabb, csak kinek mi, úgyhogy ha valaki a szilikonosért van oda, akkor valószínűleg ezt nem annyira fogja szeretni. Meg, ha valakinek nem annyira szokott menni a spirálozás, vagy mondjuk kezdő a sminkelésben, akkor ez a fej elég buszma, amit én kifejezetten szintén szeretek. Szerintem ezzel nagyon jól lehet dolgozni, és nagyon sűrűbbé lehet varázsolni, viszont esetleg, akinek kevésbé gyakorlott a keze, annak lehet, hogy problémás. Tehát mondjuk első szempillaspirálnak nem feltétlenül ezt adnám mások kezébe. Na nézzük, rakjunk még egy kört. Tudunk-e? Tudunk, de most már elkezd egy kicsit csomósodni. Úgyhogy ennyi elég volt. Na, hát nekem egyébként nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Annyi, hogy aki esetleg nem szereti azt, hogyha ilyen bizonyos részeken azért összetapaszt pár darab szempillát,
De engem ez nem zavar, én azt nagyon szeretem, mert attól mégis dúsabbnak tűnik, én pont ezt a stílus szeretem. Meg aki nem szereti a nagy fejet, mert ugye beszéltük az előbb, hogy ennek nagyon nagy feje van, annak szerintem nem annyira, meg talán első spirálnak sem annyira, mert azért nem annyira könnyű pont a mérete meg a formája miatt feltétlenül vele bánni kezdőként. Viszont, hogyha nem vagy kezdő, akkor meg pont, hogy tetszik a formája, mert jól be tudtam nyúlni, illetve nagyon szépek lettek szerintem. Kicsit olyan műszempilla hatása lett most a szempillának, nagyon szépeket csinált, nagyon nagyokat, jó fekete, stb. Úgyhogy nekem ez tetszik. Na nézzük a rúst. A rúzs meg ugye két végű, vagy nem adatom, tehát két végű. Ilyen színe van. Ó, de gyönyörű. Hát ez klasszik karácsony, a másik meg egy fedő, aminek viszont ilyen ecsetes a vége. Applikátoros a másik, ez meg ecsetes, de majd mindjárt közelről is megmutatom. Nézzük a számon, hogy viselkedik. A rettentő krémes, rettentő jó illatú, ott ahol picit nyálas marad és ha húzod, akkor lehet, hogy keletkezik benne egy lyuk, mint nekem az előbb, viszont ott ez a megoldás, hogy így rátapogatsz egy kicsit, tehát nem húzod, hanem tapogatsz, és akkor ott is jó lesz. Szerintem gyönyörű a színe, könnyű dolgozni a kis applikátorával. Aztán, mekkora szám lett? Hatalmas lett. Olyan precíz az applikátornak a vége, amivel jó kis kontúrt lehet húzni. Nekem kicsit nehéz egyébként kirúzsozni a számot, mert fölül egyrészt vékony, másrészt nincs ilyen szép íve, hanem egy kicsit csapott, viszont ugye az se jó, ha túlzásba viszem ezt a nagy ívet, mert akkor meg ilyen guminőszerű szám lesz, úgyhogy az se jó, de egy picit kell ívesítenem, ami nincs ott eredetileg, illetve a kontúr nekem nagyon kis dízis, tehát nincs olyan gyönyörű szép éles kontúrja a számnak magának természetes módon, úgyhogy ezt nekem kell abszolút oda berajzolni és kitalálni, hogy hol legyen. És ezt nem olyan könnyű megcsinálni, úgyhogy ennek viszont nagyon precíz a feje, és nagyon jól tudtam vele dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy az átlagosnál könnyebben. Mindenképpen pozitív. Nagyon szép. Úristen. Nagyon szép. Nagyon-nagyon tetszik. Na és akkor most arra lennék kíváncsi, hogy ha ezt rákenem, egyrészt mennyire oldja meg. Mondjuk az ennél a lényeg, hogy tartossá tegye. De azért, ha bármit rákensz a rúzs, és ez is valami ragasztós-szerű anyag kell, hogy legyen ahhoz, hogy tartossá tegye, az a kajlamosok azért picit megoldani. Várok egy nagyon kicsikét, hogy száradjon. Egyébként nem fogta össze a fogamat se semennyire. Tök jó. Aztán... Nézzük, mennyire szedett vissza. Nem
nem igazán. Nem. Nagyon szép, úristen. Ennek is tök jól használható az ecsete. Elég mereg ahhoz, hogy precízen tudj vele dolgozni, viszont kellően lágy is ahhoz, hogy így hajoljon, és akkor tud forgatni, meg mindenféle irányba mozgatni, hogy a szájnál nem hátrány. Tehát így behajlik, ha azt akarom, egy ilyen mozdulathoz. De kellően van tartása is ahhoz, hogy a kontúrt se roncsam el például. Kívántam egész a szélére, és ott sem oldja meg, vagy rontott el a kontúromat, viszont gyönyörű fénye van. Most várok egy kicsit, és megnézzük, hogy milyen lesz az állaga, hogyha szárad egy kicsit, és az egész rúzsozás után sem szedett nagyon össze semmit. Tök jó. De gyönyörű. Nagyon szép csillogása van szerintem. Na hát akkor nézzük összességében ezt a dobozkát, tehát a lényeg, hogy nekem nagyon-nagyon tetszik. Na de nézzük sorba. Először is itt ez a táska. Azt gondolom, hogy nem lesz örök élet meg egy nap, viszont egyébként tetszik, szerintem előbb-utóbb ez is itt el fog szakadni, és nem szabad nagy súlyt belerakni, ez biztos. Viszont egyébként meg azért a pénzért, amit kaptunk, szerintem kis cuki, szerintem praktikus, szerintem csajos, szerintem bárki, akinek stílusa ez a táska féle, az nagyon örülne a fa alatt egy ilyen doboznak, úgyhogy szerintem abszolút megéri, és nekem tetszik, nem volt csalódás a táska, attól féltem a legjobban. A spiráljai egyébként a pupának nekem tetszenek, úgyhogy attól sem nagyon féltem. Nekem nagyon tetszik az benne, hogy nagy pillákat csinál, nagyon tetszik a sörtéje is. Az egyetlen hátránya, ezt már korábban kifejtettem, hogy mi micsoda, ugye, a sörtének melyik része mire jó. Egyetlen hátránya, hogy kicsit azért csomósodik, de engem nem zavar. Tehát akit ez zavar, mert vannak, akik nagyon allergiások erre, és választatják szét a pillájukat, azok nem vegyék meg ezt a spirált szerintem. Viszont, hogyha nem vagy ez a fajta, én nem vagyok az a fajta, akkor viszont nagyon-nagyon tetszik. És hihetetlen, hogy azt gondoltam, hogy ez a rúzs lesz a legkevésbé érdekes, mert piros rúzs jó van, de gyönyörű, tehát nagyon precíz volt, mind a két feje nagyon tetszett, nagyon szép szerintem a színe is. A tartóságról majd be fogok ide valamit írni, mert azt is majd ki fogom próbálni, hát most nyilván erről nem tudok annyira nyilatkozni. Viszont nagyon jó volt vele dolgozni, nagyon szép a színe, nagyon jók a fejei, és nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy jaj, innentől most megint nagyon boldog vagyok. Hát köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a véleményetek, hogy tetszik ez a táska, esetleg gondolkoztatok-e, vagy vettetek-e már ilyen készletet a pupánál, amiben valamilyen kis szütyő van, vagy táska, vagy valami neszeszer, vagy ilyesmi, mert rengeteg ilyen van náluk, és nekem ezek nagyon tetszenek, és ajándékötletnek is szerintem nagyon jó. Saját magadat meglepni vele is, mert így szerintem ennyi pénzért, főleg esetleg akciósan megöszed, nagyon megéri, de ajándékba a falra, meg aztán főleg, vagy szülinapra. Na, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, lájkoljátok kérlek ezt a videót, és iratkozzatok fel csatornámra, mert az nekem nagy segítség. Hogyha megnyomjátok a kis csengőcskét a feliratkozás gombánat, akkor pedig értesítést is fogtok mindig kapni a feltöltéseimről, és nem maradtok le semmiről. Köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, nagyon kellemes adventi készülődést nektek, és boldog karácsony kívánok! Sziasztok!